nem relativizálásról van szó. Itt arról van szó, arra volt a válasz, hogy tessék, megbukott a Willkommen kultúr. Nem. Megerősödött a Willkommen kultúr. Ugye? Pohár félig vagy tele. Ez a pont, ez a segélypont, ez a Willkommen kultúrhoz tartozik. Mert a Willkommen kultúr akkor bukott volna meg, ha visszalökték volna a sárba azt a sok menekült az anyát, gyereket, meg embert. A Willkommen kultúr meg akarja oldani a problémát. A... Ezért pontokat jelölt. A Willkommen kultúr nem vesz tudomást a problémákról, és a problémát a tüneténél próbálja megoldani, és nem a gyökerénél próbálja megoldani. A segélypont az a Willkommen kultúr bukásának az első lépése. Nyilvánvalóan jelzi a Willkommen kultúr fenntarthatatlanságát és alaptalanságát és működésképtelenségét. Számodra. Én pedig azt mondom, hogy nem, mert a Willkommen kultúr létezik, megpróbálja az embereket kiszűrni, tanítani, azokat nem az a Willkommen kultúr létezik, és egy konténerbe kell menekülnünk előle? Ez a Willkommen kultúra, ami létezik? Saját Európánban? Hát, hogyha te beengedsz, egy sáros, koszos, más kultúrájú menekültet, hogy ne pusztuljon el az ajtót elől, akkor bizony, ezzel azt is kell vállalnod, hogy megerőszakolja az asszony, hogy behozza a bűzét és a betegségét. De akkor viszont hadd vessen fel az erkölcsi maximát. Egy elesett, menekülő emberrel szemben, Az erkölcsi kötelesség az, hogy segítsünk neki, nem az, hogy segítsünk neki bent az ajtón belül. Tehát, hogyha az ajtón kívül is lehet segíteni neki, mert úgy gondolom, hogy ez a krisztusi tanítás, nem arról volt szó, hogy aki szomjas, azt fogad be és adj neki inni, aki éhes, azt fogad be és adj neki enni, aki fáradt, azt fektesd le oda bent. Arról volt szó, hogy inni, enni, aludni. Ez a segítség. Hol van megírva, hogy itt? Hol van megírva, hogy ő neki azt a segítséget, amire rászorul és amire szüksége van, itt a határainkon belül kell megkapnia? Én azt gondolom, hogy Európának felelőssége van ezekkel az emberekkel szemben, és segítenie kell ezeket az embereket, de nem a határokon belül, nem Európában. Nem végzünk emberkísérletet a különböző civilizációk együttélésének az ábrándjával, hogy majd a gyakorlatban megbukjon, ahogyan a szemünk előtt látszik. Ami meg is bukott már. Akkor mi a javaslatod? Rendben van, elfogadom. Lövessünk a határokon? Ne lövessünk a határokon. Mit csináljunk a határokon? Hanem hozzunk létre olyan segélypontokat a határunkon kívül, Törökországban, vagy Észak-Afrikában, ahol segíteni tudjuk őket. Létre vannak, hogy honnan menekülnek. És én ezért, de úgy tűnik, hogy nem kellő mértékben, úgy tűnik, hogy nem segíti őket kellő hatékonysággal, mert továbbra is tömegesen menekülnek, és a humanitárius helyzet az katasztrofális. Én ezért szívesen fizetek. Plusz 30% adót. Én úgy gondolom, hogy Európának és a németek humánumából fakadóan is, a kultúrájából, a civilizáltságából fakadóan is felelőssége van ezekkel az emberekkel szemben. De nem az a felelőssége, hogy a saját életmódját feladja ezeknek az embereknek az életmódja oltárán. Szóval.